2010-ben, amikor itt a kormányra került a Fidesz-KDNP, akkor Magyarország gyakorlatilag a csőd szélén állt. Akkor Görögországnál lényegesen gyengébben muzsikáltunk, mindenki arra számított, hogy Magyarország lesz az, amelyik elbukik, és nem Görögországra adták a legjobb otcokat a fogadó irodákban. Szerencsére sikerült ezt elkerülni. Sikerült elkerülni egy olyan politikával és egy olyan gazdaságpolitikával, amelyre mindenki azt mondta, hogy vudu politika, vudu gazdaságpolitika, reménytelen, ilyen nincs a könyvekben, és így tovább, és így tovább. Jó magam is a parlamentben hallottam olyan interpellációt, ahol épp a miniszterelnököt interpellálták, hogy hogy lehet olyan gazdaságpolitikával vezetni egy országot, amely nem szerepel a tankönyvekben, és erre a miniszterelnök úr azt válaszolta, hogy így van, ez nem szerepel a tankönyvekben még. Most azóta már bekerült a tankönyvekbe, azóta az IMF is megváltoztatott nagyon sokféle, vagy nagyon sokban változtatta a saját gazdaságpolitikai javaslatait és elképzeléseit a különböző ilyen válságban lévő országokkal kapcsolatban, de tényleg nyugodt szívvel és mindenféle túlzás nélkül állíthatjuk azt, hogy Magyarország abszolválta azt a feladatot, amelyet az élet és a szocialista liberális kormányok ráróttak, tehát a megelőző kormányok, hiszen egy adósságcsapdából sikerült kijönnie magának az országnak. Sikerült nem áldozatok nélkül, de végül is azt mondhatjuk, hogy sikerült az embereket is kimenteni a deviza hiteleknek a csapdájából, és elindulhatott az ország egy olyan fejlődő gazdasági pályán, egy csökkenő infláció és egy csökkenő eladósodottság mellett, amely lehetővé tette azt, hogy olyan intézkedéseket, olyan törvényeket, olyan rendszereket elindíthassunk, amelyek mindannyiunknak a épülésére szolgálnak. Tehát itt rögtön megemlíteném azt, hogy 2016. január 1-től ugye az SZIA 16%-ról 15%-re csökken, amire nyugodtan mondhatjuk azt, vagy sokan mondják, Jánko, hát 1%, hát mit számít az 1%? 1% az is sokat számíthat adott esetben, hiszen az adó mértékében, ez itt, vagy csökkenésében, az adó mérték csökkenésében már több mint 5%, de ha arra gondolunk, hogy 2010-ben 40% volt az SZIA-nak a felső kulcsa, akkor azért ahhoz képest ez mindenképpen egy óriási előrelépés. De ugyanilyen előrelépésnek nevezhetjük azt, hogy sikerült a GYED intézményét is megerősítenünk, hiszen a január 1-től a bővült a GYED, az úgynevezett GYED extrával, ami azt jelenti, hogy 6 hónap után az édesanyák visszamehetnek dolgozni, és ettől függetlenül kapják ezt a juttatást. És hát a testvérgyes be lett vezetve, amit talán sokan nem tudják, ez egy olyan új rendszer, hogy nem kell kivárni azt, hogy leteljen a 3 év, és akkor utána jön a második, vagy adott esetben ugye 6 év után a 3. gyermek, azért, hogy a gyest az édesanyák, vagy a családok teljes mértékig ki tudják használni, hanem bizony, hogyha úgy alakul, akkor 1 év után a 2. gyermeknél, akkor dupla gyes van, vagy még 1 év után, ha jön egy 3. kis jövevény, akkor 3-szoros gyest lehet kapni, ami mindenképpen egyrészt jó a családoknak, hiszen a gyereknevelésnek a költségei, a gyereknevelésnek a terhe is egy rövidebb időre
koncentrálódik, de hát ami ennél sokkal fontosabb, hogy maguknak a gyerekeknek nagyon jó az, hogyha kicsi a korkülönbség, hiszen egymást is tudják segíteni, mondom, arról meg már nem is beszélve, hogy a ruhákat is tudják egymás között váltogatni. Nekem viszonylag kis korkülönbség van a két lányom között, bár ők azért már nagyobbacskák, mert 12 és 14 évesek, de ragyogóan egymás ruháit hordják, és néha persze ebből komoly veszekedések is vannak, hogy éppen az adott napon ki mit vesz föl. A újabb változás az, hogy a sertéshúsnak az áfája ugye 27-ről 5%-ra csökkent le, és sokan megkérdezik, hogy hát miért pont a sertéshús, miért nem valami más. Tehát egyszerűen az az oka, hogy ezeknél a mezőgazdasági termékeknél korábban a búzánál, a cukornál voltak óriási ilyen határokon átmozgó áfa visszaélések. Azoknál a ilyen tömeg termékeknél, mint búza, illetve cukor, ott ez a fordított áfa intézményével, amit egyrészt ne kérjenek, hogy elmagyarázza maguknak, mert az elég sokáig tartana, mert nekem is az egy idő volt, meg ennek a fordított áfának a rendszerét megjegyeztem. Minket, lakosokat ez nem is érint annyira, ezek kiküszöbölhető volt a fekete gazdaság, vagy legalábbis lényegesen visszaszorítható. Ugyanez többek között az egyik célja a sertéshús áfa csökkentésének, ezzel nem éri már meg ez a fajta játék, és hát itt viszont már eljutottunk oda, hogy a lakosság is, mi mindannyian ezt érezhetjük is. Bár vannak ebbe is kivételek, és ezt mindig elmondom, hogy ha itt a kérdések ezzel kapcsolatban aztán felmerülnek, egyet ne kérdezzenek meg tőlem, hogy a sertés fejhúsnak az áfája az miért maradt 27, ez vagy azért, mert a törvényalkotó nem szereti a disznósajtot, vagy pedig valami más hentesipari alapja kell, hogy legyen, de szerintem ezt az egyet, ezt mindenképpen túl tudjuk élni, és hogyha ez sikeres lesz, akkor van arra lehetőség, hogy az az elképzelés, és természetesen, hogyha a gazdasági számok is ugyanígy maradnak, ahogy mint amit várunk, akkor a következő évben például a baromfi, tehát a csirkehúsnak az áfája mehet így le, és elindulhatunk egy ilyen fokozatosan egy áfacsökkentési irányba, mégpedig úgy, hogy hát az élelmiszereknek az áfáját csökkentjük, hiszen az egész adófilozófiája ennek a kormányzatnak és ennek a gazdaságpolitikának az, hogy nem a jövedelmeket adóztatjuk erősebben, hanem a fogyasztást. Hiszen a fogyasztáson keresztül lehet egyébként a leggazdagabbakat is megadóztatni, mert azt pontosan tudjuk, hogy amikor a jövedelem alapján megy, akkor a leggazdagabbak tudnak a legkülönbözőbb kiskapukkal ez alól kitérni, és a cél az, hogy ne a munka legyen adóztatva, ne a vállalkozás legyen adóztatva, hanem az a fogyasztás legyen adóztatva, amely tehát nem a fogyasztáson van a lényeg, hanem azon, hogy ne a munka és ne a vállalkozás, hiszen annak a mindenképpen társadalmi hasznai vannak. Nos, és emellé aztán jött most a CSOK intézménye, amiről most nagyon sokan és sokat beszélnek. Kicsit ugyanilyen dologról van ebben szó, hiszen túl azon, hogy a családoknak, a fiataloknak, de az idősebbeknek is adott esetben az otthon teremtését jelentős mértékben segíti ez a megoldás, nos túl ezen a építőipari vállalkozásokat is helyzetbe hozza. A 2007-2008 óta gyakorlatilag tengődnek az építőipari vállalkozások. Ez hihetetlenül sok munkahelyet jelent, és természetesen a GDP-ben is egy jelentős tényező lehet. Szükség van erre annál inkább,
mert az Európai Uniós ciklusok, a 7 éves ilyen pénzügyi ciklusok, ugye volt egy 2007 és 14 között, tehát a 2014 és 2021 közötti, az előző ciklusnak a pénzügyi forrásai, a megrendelései, a támogatásai, azok a plusz pénzek, azok gyakorlatilag 2015 végével lezárultak. Az új ciklusnak meg most kerülnek kiírásra a pályázatai, amelyek 16 során lehet az elsőket elnyerni, 17-ben lesz majd ebből valóban fejlesztés, tehát ebben az időszakban, amikor egy ilyen beruházási csökkenés, vagy egy beruházási gödör van, akkor mindenképpen célszerű az építőipart ellátni megrendelésekkel, és túl ezen fölfejleszteni arra a szintre, hogy amikor megjelennek ezek a igen jelentős gazdaság élénkítő beruházási pénzek, hiszen az Európai Uniós támogatásoknak a 60-65%-a az közvetlen vállalkozás fejlesztésre van előirányozva, akkor legyen olyan építőipari kapacitás, amely ezeket a beruházásokat majd meg tudja építeni, mert azért az is egy komoly probléma lenne, hogyha ott lennének a források, csak nincs meg hozzá az a kapacitás, amivel ez megépíthető. Nos, megint egy olyan intézkedésről van szó, ami túl azon, hogy segít a családokon, nem is kicsit, hiszen új lakás építése, vagy ház építése, vagy vásárlása esetén egy gyermeknél 600.000 forint, két gyermeknél 2.600.000 forint, három vagy több gyermek esetén pedig 10.000.000 forint, vissza nem térítendő támogatás, és három gyermek, illetve a fölött még ehhez jön egy 10.000.000 forintos, maximum 3%-os, tehát államilag garantált maximum 3%-os 25 éves, maximum 25 éves futamidejű hitelnek a lehetősége, és ebből az összegből, tehát például, hogyha egy fiatal házas pár három gyermeket vállal, akkor ebből a 20.000.000-ból azt a lakást, ahol el tudnak indulni, vagy azt a házat, különösen vidéken, ezt mindenképpen meg lehet építeni. Ha ez még azt hozzátesszük, hogy 2019-ig, tehát 4 éven keresztül a új lakások és új házak építésének, illetve új házaknak az áfája az 27-5%-ra csökken, akkor ez egy igen jelentős támogatást jelent. Persze nyugodtan mondhatják azt, és igazuk is van, hogy azt mondják, hát igen, de hát egy kulcsakész új házat, vagy egy kulcsakész lakást igazán csak a leggazdagabbak szoktak megrendelni vagy venni. A magyar valóság az inkább az, hogy fogunk egy kőművessel, megállapodunk, aztán veszünk téglát, meg cementet, meg aztán jön az ács, aztán később a villanyszerelő, és olyan szép lassan épülget a ház, és bizony-bizony a építőanyag telepen ott 27% lesz a számlán, meg természetesen a kőműves is, hogyha hát ha ad számlát, de reméljük, hogy ad számlát, azon is bizony 27% szerepel, tehát akkor mi van, hogy lehet ezt igénybe venni? Hát erre a törvényalkotó azt a megoldást találta, hogyha ezeket a számlákat összegyűjtjük, és megkapjuk a használatba vételi engedélyt, akkor hogyha ezt az adóhatóságnak, a NAV-nak benyújtjuk, akkor ezekből a számlákból ezt a 27 és 5% közötti áfa különbséget maximum 5.000.000 forint értékben ezt visszautalja a számunkra, tehát ugyanúgy érvényes ezek után ránk is ez a lehetőség. Használt lakás vásárlás esetén is van természetesen támogatás, de messze nem ennyire attraktív, és azért nem ennyire attraktív, mert mint azt itt korábban próbáltam bemutatni, itt a család támogatáson túl egyéb gazdasági
megfontolások és gazdaságpolitikai célokat is szolgál az új lakásépítésnek a támogatása, de használt lakásvásárlás esetén egy gyermeknél 600 000 forint, kettőnél 1 millió 430, háromnál 2 millió 200 és négynél vagy többnél 2 millió 750 ezer visszanemtérítendő támogatást kaphat bárki. Most azért hangsúlyozom ezt, hogy bárki, mert ugyan van egy olyan szabály, hogy a házaspárok közül legalább az egyiknek 40 év alattinak kell lennie, ahhoz, hogy meg nem született gyermeket vállalhassanak. De akinek megszületett gyermekei vannak, az kortól függetlenül, mármint a szülőkorától függetlenül, nem a gyerekek korától függetlenül, a szülőkorától függetlenül ezt igenis igénybe vehetik. A gyermekeknél, ha jól emlékszem, 21 vagy 22 éves korig, és 25 éves, hogyha nappali tagozatos egyetemre jár, de ezeket a részleteket rajtam ne kérjék számon, mert annyira újak ezek, és annyira a gyakorlatban alakulnak ki, hogy aki ilyenben gondolkodik, azokat a főösszegeket, amiről beszéltem, azokkal kalkulálhat, de mindenképpen érdemes egy bankba bemenni, ahol ezt az egészet bonyolítani lehet, és ott kell ezeket meglépni. Nos, hát én úgy gondoltam, hogy mondjuk ezek azok a főbb pontok, még talán annyit érdemes hozzá, vagy elmondani, mert ez a napokban egy ilyen új információ volt, hogy a 2016 évi hiány az 2% körül állt meg. Bizonyára tudják, hogy 2011 óta a Maastrichti kritériumoknak megfelelő 3%-os hiány célt tartani tudja az ország. Ez persze fölmerülhet, hogy most kit érdekel Maastricht, meg nem is biztos, hogy mi az eurót feltétlenül be akarjuk vezetni, meg hogy az sem biztos ma már, hogy az olyan jó megoldás lenne, vagy lehetne. Nem tartunk még itt, de nem függetlenül ezektől az eurós előírásoktól, ahhoz, hogy az országnak a gazdasági helyzete stabilizálódjon, az ugyanúgy, ahogy a családoknak, az országnak is ki kell jönni az adósság csapdából, az állandó eladósodottságból, és ez pedig igazán minimum 3% alatt, de inkább 2,5% alatti éves hiány, költségvetési hiánnyal valósítható meg. Nos, akkor, amikor 2015 végén az Uniónak ezt, hiszen ez egy uniós szabály, hogy minden országnak le kell adnia a költségvetését, és ezt az úgynevezett tervszámokat be kell mutatni, amit az ottani közgazdászok megvizsgálnak, értékelnek, és akkor egy ilyen kis vita van erről. Nos, ugye Magyarország 2,8%-os hiánycélt állapított meg. Az Európai Unió szakértői azt mondták, hogy nem, ez 3 vagy a fölött lesz egy kicsivel, mert ők úgy gondolták, hogy ez az online pénztárgépekre betervezett 140 milliárd forintos többlet bevétel, ez abszolút nem fog teljesülni, és ők ezt nullával számolták, és hát így valóban 3% fölötti jött ki. Most ezzel szemben a tény az lett, és azért lett a mi várakozásaink, előzetes számításainknál is jobb, alacsonyabb ez a százalék, egész pontosan 2% körüli, mert nem hogy 140 milliárd, hanem ennél jóval több folyt be az online pénztárgépek alkalmazásával. Tehát ugye ezt sem azért találtuk ki, hogy a boltosokat, meg kisboltokat idegesítsük, meg még egy terhet rójunk a nyakukba, hanem ezek azok az intézkedések, amelyekkel ki lehet fehéríteni a gazdaságot. Tökéletesen fehér persze soha semmi nem lesz, de el lehet indulni abba az irányba, és ezek azok, amik megalapozzák azokat a költségvetési bevételeket, magyarul, akik csalnak az adóval, vagy kevesebbet vallanak be, hogy finomabban fogalmazzuk, de hát ez persze adócsalás. Ha ezeket a pénzeket be tudjuk szedni, akkor van lehetőség csokra, meg különböző áfa adó csökkentésekre és támogatásokra. Hát amiket itt most elmondtam, azok vélhetően
senki nem vitatja olyan nagyon, meg elég nagy egyetértés van ebben, és ezek, akkor mondjuk azt, hogy na, ezek voltak a jó hírek. És akkor sajnos az ember kénytelen beszélni arról is, amik a rossz hírek. Rossz hír az, hogy Európa egy hihetetlen nagy kihívás előtt áll, elsül a migráció, illegális migráció, ez az újkori népvándorlásnak a kérdésköre, amely talán egy évvel ezelőtt, amikor tényleg talán pontosan egy évvel ezelőtt, amikor Orbán Viktor miniszterelnök úr sok kormányfő és államfő társaságában Párizsban volt éppen a Charlie Hebdo féle terrortámadás kapcsán, az után rendezett ilyen felvonuláson, illetve gyász megemlékezésen, akkor azt követően ott még pár adott egy interjút, ami óriási felzúdulást okozott. Ő akkor azt mondta, hogy ez nem egy elszigetelt esemény, várható, hogy több ilyen is lesz, és a legnagyobb probléma az, hogy ő akkor, az akkori számokat mondta, 7 millió ember van úton, vagy bármelyik pillanatban indulhat el migránsként Európa felé, és Európának ezzel a kihívással szemben valamiféle közös fellépésére lenne szükség. Akkor mindenki azt mondta, hogy ördögöt fest a falra, uszító, belpolitikai cél, el akarja terelni a figyelmet a nem létező belpolitikai problémákról, egyebek, ezt egészen a nyárig hallhattuk. Kormánya helyén volt, és bejelentette azt, ami hihetetlen sok kritikát kapott akkor, hogy igenis a déli határainkat, a zöld határt meg fogjuk védeni, és ha kell, akkor kerítése és egyéb intézkedésekkel lezárjuk. Nem a határt, a zöld határt, ahol egyébként az Európai Unió szabályai szerint mi sem sétálhatunk át. Ott van egy tábla, ami azt jelenti, hogy ez a határ, és ott nem lehet átmenni a schengeni külső határon, a belső természetesen, igen, hanem el kell ballagni egy határállomásra, és a megfelelő okmányok birtokába lehet átkelni. Nos, hát ugye ebből semmi se történt, mindannyian láttuk a tévében, hogy itt szervezetten, tömegesen, át a kukoricáson, mindent letarolva jöttek a magukat menekültnek nevező migránsok, akiknek egy része valóban talán menekült is volt, de a nagyobb része az mindenképpen egy jobb élet reményében, amit szintén nem ítélhetünk el, de semmiféle egyezmény nem garantálja azt, hogy jobb élet reményében fel lehet rúgni szabályokat, fel lehet rúgni törvényeket, és lehet Európában vagy bármely országban kibe grasszálni, és semmiféle előírásnak magunkat nem alávetni. Nos, tehát ezt nem lehet, Magyarország fellépett ez ellen, egy hármas védelmi vonalat húztunk, az első ugye ez a technikai, a második az élőerő, megteremtettük annak a lehetőségét, hogy nem csak a rendőröket, hanem a katonákat is be lehessen vetni rendőrségi feladatként, tehát a rendőrségi fegyverhasználati szabályokkal és a rendőrségi eszközöknek az alkalmazásával. Tehát magyarul nem tankkal mentek a határa, hanem a rendőrségi eszközkészletet alkalmazva a rendőrökkel közösen járőröztek. És a harmadik nagyon fontos kérdés és védelem, ez talán éppen a napjainkban válik, vagy látszik majd meg ennek a fontossága, az az úgynevezett jogi védelem, ami azt jelentette, hogy a BTK-t úgy változtattuk meg, hogy mindazok, akik erőszakkal a technikai határzárat megsértve lépnek az ország területére, azok bűncselekményt követnek el, és mint ilyenek, függetlenül mindenféle egyéb kérdéstől nyilván büntetésben részesülnek, és kiutasíthatók az országból. Ugye ma
azzal, hogy szép lassan mindenki elkezd kerítéseket építeni, különösen bájos ez az osztrák sógorok esetében, akik komoly megrovással voltak irányunkban, sőt Fajman kancellár még, hát ha nem is expressis verbis, de gyakorlatilag azt mondta, hogy hát itt a fasizmusra emlékeztető dolgok történnek Magyarországon. Nos, hát ők is először szárnyas kaput, aztán most már nagyon hosszú szárnyú kaput, egész pontosan kerítést építettek. A különbség annyi a magyar és az osztrák kerítés között, hogy a magyar az egy schengeni külső határon van, az osztrák pedig egy belső határon, ahol semmiféle kerítés, sőt, még elvileg határ ellenőrzés sem lehetne, csak egy rövid ideig, de ezzel együtt mi azt mondjuk, hogy Európát meg kell védeni. Mi azt mondtuk már a nyáron is, az őszi nyárvégi EU csúcson is azt mondtuk, hogy meg kell húzni azt a védelmi vonalat, lehetőleg a görög határnál, ha az nem megy, akkor a görög határnál északabbra, nevezetesen a bulgár-macedón határon, vagy bárhol, de egy biztos, hogy a schengeni külső határokat védeni kell. Mayer Jenő úrnak volt egy ilyen kérdése. Köztársaság elnökünk jó okkal igen nagy hangsúlyt fektet földünk jövőjének gondjaira. Élő bolygónk kezdeményezéséhez magam is csatlakoztam, amely globális felelősség lokálisabbra fordítva a környezetvédelmet, a hulladék gazdálkodást is érinti. Ennek érdekében egy 70 év feletti nyugdíjas házaspár annyit tehet, hogy komposztál és szelektíven gyűjti a hulladékot. Az ezek után megmaradó elszállítandó háztartási hulladék mennyisége nem haladja meg a heti 10, de legyünk nagyvonalúak és éljünk nagylábon, idézőjelben, leges legfeljebb a heti 20 litert. Ennek elszállításáért 60 literre számító díjat kellett fizetni, csak azért, mert nem egy, hanem két ember termelte. A hulladék gazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014 12.31 számú kormányrendelet értelmében viszont ezentúl a 60 literes díj vonatkozik egy személyre, a fent említett nyugdíjas házaspár a maga 10-20 literjéért már 80 liternyi díjat fog fizetni. Ha a rendelet valóban ezt tartalmazza, két kérdésre várom szíves válaszát. Egy, kinek lesz ezek után kedve a szelektív gyűjtéssel bajlódni? Kettő, a kötelezően kifizetendő mennyiség ilyen arányú felemelése milyen viszonyban áll a rezsicsökkentéssel? Nos, a kérdések azok nagyon jók. Egyetlen egy dolog vélhetően elkerülte a kedves kérdezőnek a figyelmét. Valóban van a rendeletben ez a 80, illetve 60 liter, ami annyit úgy van megfogalmazva, hogy föl kell ajánlani ilyen edényeket, maximum 80 literes és maximum 60 literes. Miután április 1-től kezdődöm, vagy április 1-ig, vagy április folyamán újra kell tárgyalni a szemétszállításnak a szerződéseit, én azt hiszem, hogy van arra lehetőség, hogy amennyiben erre, és hát gondolom, hogy ezt ki kell verni, vagy meg kell próbálni minden esetre kiverni a szolgáltatókból, hogy igenis legyen lehetőség, na a maximumot, a törvény által előírt maximumot alkalmazzák, hanem legyen abban az esetben, ha valóban valaki szelektíven gyűjt, akkor egy alacsonyabb szám is. Persze a kérdés az olyan szempontból kétélő, és erről már én korábban más alkalmakkal, még zsámbéki polgármesterként volt szerencsém ugyanilyen kérdések, vagy hasonló kérdéseket tettek föl, és hát az volt, hogy hát miért kell egyáltalán, miért kötelező, hogyha szelektíven gyűjtök, és én mindent szépen szétszortírozok, és ami van, azt meg komposztálom, akkor gyakorlatilag ugye nagyon környezettudatosan élek, akkor nálam ott van semmiféle olyan szemét, amit így el kell vinni, deponálni, nem keletkezik. Ez kétségtelenül mondjuk némi elvi fenntartása, de kétségtelenül mondjuk
valóban meg lehetne tenni. Ha nem lenne egy minimális előírva, akkor mindenki azt mondaná, hogy kérem szépen, mi komposztálunk, eltüntetjük mindent szépen, szelektíven, egy darab szemét nincs nálunk, és akkor utána meg lehetne nézni az erdő alját, hogy hogy néz ki. Tehát ezért bizony egyfajta minimumot elő kell írni. Az, hogy a 60 liter, vagy az adott esetben mondjuk egy nyugdíjas házaspár esetén az csak 30 litere, az mondjuk egy másik kérdés, és hát akkor nyilván ezzel a másik kérdést is megválaszoltam nevezetesen, hogy a rezsicsökkentéssel ez milyen kapcsolatban áll, azzal kapcsolatban semmilyennel. Én elmentem a törvényalkotóhoz, és ez a bizonyos 385/2014-es kormányrendelet értelmezésében egyértelműen benne van, hogy joga van 30 literes szemétre a lakosnak. A bosszúság az, hogy a szolgáltató kiküldött egy papírt, amiben nem is említi meg a 385/2014-et, de ezt hagyjuk, amiben azt mondja, hogy január 1-től 60 liter. Na most egy jóhiszemű állampolgár ezt gond nélkül elfogadja. Ugyanezt történt a korábban kényszerkijelölt depóniával is, aki durván 1-től 3 millió forinttal vágta meg a falut. 4 jogi fórumon nyertem vele szembe pert. Most megfellebbezte a fogyasztóvédelmi hatóság határozatát is, tehát az is bíróságra kerül. Igaza lett egy ügyvéd barátomnak, aki azt mondta, hogy teljesen felesleges békéltető testülethez menni, teljesen felesleges fogyasztóvédelemhez menni, bíróság. Nagyon javasolnám megfontolásra, hogy az önkormányzat, vagy az önkormányzati törvényben legyen egy olyan határösszeg, természetesen függően a lakosságszámtól, a költségvetéstől, amelyik fölötti döntést lakossági fórumhoz kell kötni. Lassan úgy működnek az önkormányzatok, mint egy titkos társaság. 7-9 ember eldönti, hogy mi történjen a faluba. Ez így nem helytálló. Ezt mint javaslat mondom. Ugye a szemétügyről beszéltünk. Szeretnék még egy javaslatot tenni, hogy roham tempóba halad a világ az elektronikus tájékoztatás felé. Szintén az önkormányzati törvényben esetleg, bár egy része benne van, de mégis célszerű lenne belefoglalni, hogy egy falu honlapja milyen kötelező tartalmakkal kell rendelkezzen. Egy faluról beszélek, és az csak furcsán véletlen esemény, hogy ez Nagykovácsival egyenlő, ahol nincs fórum. Tehát mikor én a szemét ügyekkel küzdöttem, akkor később derült ki, hogy rajtam kívül legalább 30 ember küzdött hasonló témába, és nem tudtunk egymásról. Tehát nagyon szerencsés lenne, hogyha lenne egy fórum, amelyiken a lakosság a nagy nyilvánosság elé tudná tárni azokat a kérdéseket, ami őt izgatja. Mit tegyen egy egyszerű állampolgár abban az esetben, hogyha kérdést intéz, közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat közlésére az önkormányzat felé, és erre vagy mismás, vagy törvényileg helytelen, vagy egyáltalán nem kap választ. Joga van valóban, tehát a törvény szerint joga van maximum 60, vagy maximum 80 literes, de azért ki kell állni a saját érdekeink mellett,
És amit mondott, hogy az ügyvéd kollega azt mondta, hogy hát ne is fogja rögtön menjen bíróságra. Én azért azt javasolnám, hogy miután, ha jól tudom, ezek a békéltető fórumok, ezek még aztán nem illetékkötelesek szemben a bíróság eljárással, ami adott esetben már éppen lehet illetékköteles. Nemes azért ezeket a fórumokat megpróbálni megfutni. Teljesen egyetértek azzal a vélekedéssel, hogy a végtelenségig húzódnak ezek a perek. Nem akarnék itt a egyik hatalmi ág, nevezetesen a törvényhozás képviseletében én a egy másik hatalmi ágat borzasztóan kritizálni, de azért azt nyugodtan hozzá lehet tenni, hogy azért elképesztő, ami néha történik a bíróságoknak a házatáján, akár az időben elhúzódás, akár az, hogy gyakorlatilag olyan ítéletek születnek néha, amik hát lehet, hogy jogilag megállják a helyüket, én azért feltételezem, hogy ezek jogilag megállják, de elég érdekes módon születnek meg, csak hogy más nem mondjak, itt ott ez a Rezesova féle autós történet, aminek ugye az lett a szakértői vélemény vége, hogy az áldozatok voltak azok, akik ott roszcsontkodtak, szóval egyszerűen döbbenetes. Mindegy, mondom, én erről nem kívánnék többet sokat mondani. Az, hogy a ÖTV-be egy ilyen határösszeget beletegyünk, ami fölött lakossági fórum vagy ilyesmi kellene, ezen el lehet éppenséggel gondolkodni, de egyet ne felejtsünk azért el, hogy különösen, hogyha nagy összegekről van szó, azért ezek a döntések nem annyira magától értetődőek, és nem annyira egyszerűek, mint ahogy minden éremnek két oldala van. Ezt a két oldalt ráadásul egy bonyolultabb döntésnél ezer egy jogszabály, körülmény befolyásolja, és ami látszólag néha olyan pofon egyszerűnek és magától értetődőnek látszik, arról kiderülhet, hogy igen, de van még ez, meg az, meg amaz. Tehát ebben nagyon mélyen sokszor el kell mélyedni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, ott van 7-9 ember, akik ezt eldöntik, de azokat a 7-9 embert, azt mi bíztuk meg azzal, hogy ha úgy tetszik helyettünk, a mi érdekünkbe, mélyen beleássa magát a dolgokba, és a mély ismeretek birtokába, a lelkiismerete szerint a lehető legjobb megoldást, vagy a lehető legjobb döntést hozzá. Ez persze nem jelenti azt, hogy ők nem hibázhatnak, mert mindenki hibázhat. Erre én azt javaslom, persze elő lehet írni ilyen kötelező lakossági fórumokat, de ami kötelező, az abban nem lesz élet. Tehát mesterséges, unalmas fórumok lesznek, nem jönnek el az emberek, lehet ezt tovább sorolni. Viszont vannak itt civil, vagy lehetnek civil szerveződések. Hát lehet egy olyan, akiket ez a dolog érdekel, akik ezzel foglalkozni akarnak. Hát azok gründoljanak egy civil egyesületet, ami azzal foglalkozik, hogy elemzi ezeket az adatokat, a megfelelő szakértőket megkérdezi, meghallgatja, és kialakít róla valamiféle véleményt, és akkor ezt így elmondja. Persze akkor oda jutunk, amit itt mondott, hogy a honlapon kellene például egy ilyen fórumot létrehozni. Nem vagyok benne biztos, hogy az önkormányzat honlapján kéne. Miért az önkormányzat? Akkor ők fogják, akkor elkezdődik az a vita, hogy én írtam valamit, és most nem Nagykovácsról beszélek, általában, tehát a Zsámbéki honlapról is beszélhetnék, és igen, de a polgármester, vagy a nem tudom ki, aki intézi ezeket a honlapokat, ő kihúzta az én vélem, moderálta, és így tovább. És hát nem egyszerűbb egy civil Facebook csoport, vagy bármi. Én úgy tudom, hogy Nagykovácson is van ilyen. Zsámbékon volt. Én rendszeresen ott irkáltam, vitatkoztam, mert néha elképesztő dolgok jelentek meg, tehát olyanok, aminek semmi alapja nem volt, és teljes információ hiányra lehetett. Az ember ott szépen leírta, elmondta, vagy elhitték neki, vagy nem, egy idő után kialakulhat valamiféle párbeszéd, de azt is látni kell, hogy azért az ilyen honlapokon is mindig szoktak lenni olyanok, akik aztán ilyen
kicsit krakéler módon széttrollkodják a dolgot, de hát az internet világa az már csak ilyen. Én azt gondolom, hogy a honlapnak a kötelező tartalma egyébként az elő van írva. Most az, hogy a kérdések közérdekű adatot esetleg nem kapnak meg az önkormányzattól, ebben én nem tudok, hogy mondjam, én nem tudom eldönteni, hogy ez így van, vagy nincs így. Én remélem, hogy nincs így, ha az valóban közérdekű adat, ha az valóban olyan, amelyet ki lehet adni. Néha mi magunk is azt gondoljuk, hogy vannak olyan adatok, ami közérdekű, aztán közben meg van kötve akár a testületnek a keze, vagy akárki, csak például mondom, hogy sokan azt gondolják, hogy mondjuk az, hogy egy X nagy cég mennyi iparüzési adót fizet, az egy közérdekű adat, nem az, sőt titkos, tehát nem lehet megmondani. Azt igen, hogy összesen mennyi a iparüzési adó egy településen. De még település részszinten sem lehet egyébként ezt nyilvánosságra hozni. Tehát vannak ilyen olyan dolgok, amire azt gondolnánk, hogy valamit el akarnak előlünk titkolni, és ezzel szemben, mert mondjuk ezt jogszabályok írják elő. Én itt most nézek polgármester asszonyra, én külön kérném azt, hogyha olyan adatigénylés érkezik, ami kiadható, akkor ezt érdemes kiadni, mert hát nincsenek itt titkok, és semmiféle ilyen titkos döntés nincsen. Vagy hát én legalábbis remélem, mondom, én nem itt élek, úgyhogy ezt én nem tudom eldönteni. De még egyszer mondom, a civil kontrollt javaslom önöknek, minél, én azt hiszem, hogyha egy településen minél több olyan szerveződés van, aki a közösség ügyeivel foglalkozik, és az egy egészséges párbeszédet folytat, akár a döntéshozókkal, adnak mindenképpen az egész közösség, és maguk a döntéshozók is általában hálásak szoktak lenni, ezért én legalábbis mindig ilyen voltam azon a rövid 4 év alatt, amíg országgyűlési képviselő is, és polgármester is voltam, hogy lehettem Zsámbékon. Nagykovácsi, gondolom ezt mindenki tudja, hogy Magyarországon a legtöbb gyermekszámmal rendelkező település, az összlakosságnak az 1/3 gyermek. Gondolom ez a Fidesz számára, illetve a kormánypárt számára ez egy örvendetes tény. És hát ebből adódóan ugye Nagykovácsiban nagyon fontos szerep van az ifjú nemzeték felnevelésével kapcsolatban. Komoly feladatuk van. A Nagykovácsiban működő óvodáknak ugye van egy, hogy is mondják, ez a pedagógiai irányelvük, amit ugye le kell fektetni, és ez a Nagykovácsi óvoda a természet útjain természetes neveléssel címmel viseli. Az általános iskola, örökös ökoiskola, a Lendvirág bölcsi szakmai programjából pedig a következő mondat az figyelemre méltó. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra, szabad levegőn játszás, szabadon levő alvás, udvaron, teraszon, stb. Tehát ezek a mondatok, és még sok minden más ilyen irányelv megfogalmazódik ebbe a dokumentumba. És akkor itt jön elő az a probléma, amit ugye már régóta tud mindenki, és elég sürgető probléma, amit meg kell előbb-utóbb oldani. A település központjában ugye egy elég komoly, hosszú távon a falu képét és életét meghatározó beruházás tervei készülnek, és úgy néz ki, hogy hát elkezdik. És nagyon az utolsó pillanatban vagyunk, hogy eldöntsük, hogy most ez legyen, vagy ne legyen. A Civilek Nagykovácsi Ér Egyesület tulajdonképpen ezen probléma okán alakult, de nem csak kimondottan ez a fő célja, hogy ezt a problémát menedzselje, illetve megoldja. Nagykovácsiban van kellő szürke állománya arra, hogy a környezetvédelmet ezt megfelelően kezeljék. Ugye felvetettük azt, hogy nem biztos, hogy jó ötlet ide a falu közepébe beépíteni egy nagy forgalmat vonzó létesítményt. Ezt az önkormányzatnak is jeleztük. Konkrét egyedüli válasz, hogy miért kell itt megcsinálni, az annyi volt, hogy magántulajdon,
azt csinál rajta, amit akar. Ha ezt megakadályozza az önkormányzat, akkor kártérítést kell fizetni. Hagy idézzem a bevezetőjében képviselő úr azokat a mondatokat, hogy Magyarországot is leírták a gazdasági válság kirombolása idején az ügyben, hogy azt az utat választotta, amit választott, és most már lassan minket másol mindenki. Remélhető-e, vagy elképzelhető az, hogy a kormánypárt részéről bármiféle politikai támogatás az önkormányzat felé megnyilvánulna, hogy esetleg ezt a helyzetet megegyezéssel, tehát én nem az a szándék, hogy a magántulajdonos, aki megvette ezt a területet, az rosszul járjon, egyébként is igény lenne megfelelő méretű, meg megfelelő színvonalú vásárlási lehetősége Nagykovácsiban, de hogy ezt a beruházást ne az óvoda bölcsöde mellett és a falu közepében valósítsák meg. Én a magam részéről azt tudom mondani, hogy mindig és mindenkor általában megegyezés és megoldásokban hittem. Az, hogy, és azért ne titkolózzunk ezügyben, a Cinke Egyesület engem megkeresett egy pár nappal ezelőtt, és talán 3 vagy 4 nappal ezelőtt találkoztunk is, és elmondták a fenntartásaikat, elmondták mindazokat az érveket, amelyek mentén ők, ugye, ha nem találkoztunk volna, akkor most nem tudnám, hogy itt egy CBA beruházásról és egy szolgáltatóházról, squashpályákról, mit tudom én, miről van szó. Jó, lehet már nem tudom, hogy kitől mit tartom, mert természetesen ezek után megkerestem polgármester asszonyt is, aki teljesen nyitott volt abban a kérdésben, hogy és fel is ajánlotta, hogy megpróbál megszervezni a magánberuházóval egyfajta találkozást, és akkor körbe lehet járni ezt a kérdést. A jogi helyzet, ezt akkor is ott, bár akkor még nem ismertem, mert most sem ismerem nagy mélységébe, de kértem a polgármester azt mondja, hogy küldje át azt a bizonyos bírósági határozatot, amit ott önök is mutattak, csak én aztán olvastam a népszavazással kapcsolatos bírósági döntést. Hát abban azért eléggé feketén-fehéren le van írva egy jogi helyzet. Tehát az úgy tűnik jelen pillanatban, hogy bizony egy komoly kártalanítási vagy kártérítési igény merülne fel, amit szinte biztos, hogy egy ilyen átsorolás esetén, hogyha megváltoztatná a beépíthetőséget, illetve a VK1-ről megváltoztatná a kereskedelmi dolgok ki lennének véve, és hát azon kívül ott az önkormányzatnak jelentős területei vannak még, ami egyébként pont iskola, sportpálya, mit tudom én, mi mindenre jó, esetleg az talán nem változna, de annak is az értéke csökkenne. Ez itt a bíróságnak a határozatában le van írva. Tehát ugye ez most ilyenkor egy ilyen jogi kérdés, láttam én már ilyet. Ettől függetlenül nem tartom azt kizárhatónak, hogy akár a beruházóval valamiféle egyességre jutni. Ugye az volt a javaslat, hogy ne itt bent a faluba legyen egy ilyen bevásárló hely, vagy szolgáltató, vagy mit tudom én, minek nevezzük ezt a komplexumot, hanem valahol kint a falu szélén. Hát most erre ezt meg kell próbálni, nyilván érdemes ezeket a köröket megfutni. Egyetlen egy dolog van, aminek azért én ezek után így utána néztem, hogy 2009 óta ez a terület, ez erre van kijelölve. Tehát itt most 2009-ben az akkori településvezetés, és ez most nem visszamutogatás, vagy bármilyen, vélhetően a legjobb meggyőződéstől vezérelve úgy gondolta, hogy egy szolgáltató az embereknek, boltot, mit tudom én mit, meg különböző szolgáltatásokat nyújtó létesítménynek valahol a falunak a központjába, tehát egy városközpont egy besorolású területnek, annak a városközpontban van a helye.
Ez nem biztos, hogy ez a jó megoldás, ezt majd önök fogják eldönteni, meg itt ez a helyi embereknek a kérdésköre, de azért azt mondani, hogy ez egy logikátlan lépés, hogy a városközpont, a besorolású terület az a városközpontban legyen, ezt önmagában így azért nem lehet kimondani, hogy ez feltétlenül valami ördögtől való. Hát az egy másik kérdés, hogy itt meg kialakult időközben valamiféle más jellegű, vagy kicsit más jellegű hasznosítás. Ugye itt elhangzott az is, hogy a református templomnál magasabb lesz, mint a tornya. Így van-e, vagy nem? Hát az megint már egy részletkérdés, de bizonyára egy kis hercig református templomot, mondjuk egy nagyobb tömbű épület nyilván megnyom egy kicsit, és hát azt se rejtsük véka alá, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy akik viszont ott laknak, azoknak azért teljesen más, hogy most egy zöld mezőt látnak maguk előtt, később meg beépül. De hát azt persze beépülhetne bármi mással. Én csak példaként mondom, meg én azt akkor nem mondtam, de Biatorbágyon meg azért gyűjtenek a lakók aláírást, és akarják beperelni az önkormányzatot, mert a szomszédba iskolát építenek. Tehát ez mindig nézőpont kérdése, mert a gyerekek zajosak, és zsivaj van, és borzalom, és a nyugalom. Tehát azért mindig, amikor valami így megváltozik, annak vannak ilyen aspektusai. Én azt gondolom, hogy talán még nem késő, nem tudom, hol tart a nézek polgármester asszonyra egyáltalán, ha abban információja van, hogy amikorra tervezik egyáltalán a beruházást. Nyilván meg akarják kezdeni, mert 2016. szeptembere az egy jogvesztő határidő, mert hogyha 2007 évig nem kezdenek meg egyfajta, 7 év után már nem tudnak kártérítést kérni, tehát nagy valószínűséget többek között emiatt gyorsultak fel az események, ez csak az én privát véleményem, de lehet, hogy valamiféle megállapodásra lehet jutni. Én önöknek azt ígértem akkor, és ezt továbbra is tartom, és ezt is kérték tőlem, hogy egy kicsit ilyen mediátorként próbáljam meg összehozni az érdekelt feleket, önöket, polgármester asszonyon keresztül ugye a testületet, vagy a hivatalt, és hát nem utolsó sorban, mint a legfontosabb, a beruházót ahhoz, hogy vajon van-e más megoldás, meg lehet-e találni valami olyat, ami működik. Ha a beruházó ettől elzárkózik, hát akkor valóban egy nagy és komoly döntés kérdése az, hogy egy, és azt akkor érdemes egyébként felmérni, mert ebben is ugye van némi nem vita köztünk, mert én nem tudom ezt felmérni, inkább a tapasztalat mondatja velem azt, hogy ez ilyen 100 milliós, akár milliárdos nagyságrendű is lehet. Volt, ahol volt ilyen, tehát hogy mondjam azt, hogy Török Bálinton ilyen sok milliárdos költségvetés, vagy ez, ami végül is megegyezéssel záródott, visszább lépett egy kicsit a beruházó, de kapott kártérítést, vagy kap kártérítést is. Tehát azért ezt azért rögtön tegyük hozzá. De erről már is szót adok, tehát én azt gondolnám, hogy erről most itt beszélgethetünk, meg vitatkozhatunk, csak nem nagyon fogunk tudni ebben a vonatkozásban előrelépni, már csak azért sem, mert nekem annyi információ van, amit önöktől kaptam, illetve a polgármester asszonya két szót, sem a beruházót nem láttam, meg nem beszéltem vele. És aztán, hogy a kártérítés mértéke kicsi vagy nagy, azt szerintem akkor kell arról beszélni, hogyha nem lehet találni esetleg mindenféle kártérítés meg jogi útat megkerülő közös megoldást. Én azért bízom abban, hogy hát, ha van valami ilyesmi, és hogyha az nem megy, akkor kell elkezdeni azon gondolkodni, hogyha olyan nincs, na hát akkor a közösség belemegy egy ilyen kockázatba, nem megy bele, jó-e az ott, nem jó az ott. Nem tudom egyébként, hogy van-e olyan vélemény, hogy annak
tudják, akik itt élnek. A migrációval kapcsolatban ugye egy nagyon fontos tényező, hadd egészítsem ki azt, amit elmondott. Egy kimaradt a beszámolóból, hogy az egész migrációért az Amerikai Egyesült Államok a felelős, mert ő kezdte el Iraknak a bombázását és szétzugnizni az iraki államot. Ő kezdte el felfegyverkezni a mostani iszlám államnak nevezett fegyveres csoportot, és ehhez képest, hogy ezt a migrációs áradatot az ő politikája és az ő tettei hozták létre, ahhoz képest vajmi keveset vesz ki ebből. Valóban óriási probléma ez a migráció, és sajnos az Európai Unió sem áll a helyzet magaslatán. Több mint egy év eltelt, és most jutottak oda el, ahova Orbán Viktor már egy évvel ezelőtt eljutott. Örülök azért is, hogy eljött, és még egyszer megköszönöm, mert az utóbbi időben nekünk nagykovácsiaknak olyan volt ez, mint a kapitalista, vagy a kapitalizmusnak a ciklikus válsága, hol örültünk, hol búsultunk, az utóbbi időben többnyire búsulunk. Örültünk akkor, amikor a legutóbbi önkormányzati választásokon többségében a Fidesz által delegált jelöltek nyertek mandátumot, mert örültünk azért, mert azt hitették el velünk, hogy ők a korábbi önkormányzattal ellentétben plázaellenesek, meg fogják akadályozni, hogy a templom, a temető és az óvoda, bölcsőde által határolt területen itt a beruházó, bevásárló központot hozzon. Aztán eltelt egy rövid idő, és akkor utána buslakodtunk, mert ezt a választási ígéretét elfelejtették, és már a legnagyobb támogatójával léptek elő a beruházónak. Visszautalok itt az országos politikára, hogy párhuzamot vonjak. 2010-ben, amikor a polgári kormány hatalomra jutott, akkor bevezette, hogy nagyon fontos kérdésekben kikéri a lakosság véleményét. Ez az úgynevezett, minek is nevezzük? Nemzeti konzultáció. Nemzeti, köszönöm szépen, nemzeti konzultáció. Én hittem, már álmomból. Szóval nem jutott eszembe. És a nemzeti konzultáció alapján, a visszakérdött kérdőívek alapján megerősítve érezte a kormány azt, hogy amit tervez intézkedést, azt a lakosság jelentős része támogatja, és ennek figyelembe vételével kerültek bevezetésre a rezsicsökkentés, ennek figyelembe vétel legutóbb ugye körülbelül 1 millió jött a migrációval kapcsolatos kérdéssorozat. Kérdezem én képviselő urat, hogy helyese az, ha Nagykovácsi vonatkozásában a lakosság, illetve a szav, inkább úgy mondok, hogy nehogy támadás érjen, hogy csúsztatok. A szavazó polgárok csak nem 20%-a aláírja azt a tiltakozást, hogy a temető, a templom és a bölcsőde által határolt területen ne épüljön beruházás, bevásárló központ. És ezt a nagyszámú tiltakozó aláírást az önkormányzat figyelmen kívül hagyja. Én lehet, hogy megválaszolom ön helyett is, az én véleményem szerint nem helyes. Mert úgy, ahogy a nagypolitikában figyelembe veszik, ha egy ország 10 vagy akár 5%-a, most ugye legutóbb az aláírás gyűjtés a kvóta ellen, most körülbelül 2 milliónál tart. Ez a
durván 8 milliós választópolgár figyelembevételével, ez körülbelül azonos, mint ami Nagykovácsnál a tiltakozó aláírásba összegyűlt. Ezért én úgy gondolom, hogy akkor, amikor a Fidesz azt kérte tőlünk, szavazóktól, hogy támogassuk az önkormányzati választásoknál a Fidesz jelöltjeit, az eredmény azt mutatja, hogy Nagykovácsi ennek a felhívásnak eleget tett. Én azt szeretném kérni a polgármester úrtól, és azt nem tudom elfogadni, azt az álláspontot, hogy nem szólhat bele, igen, jogilag az önkormányzat munkájába. De az a politikai szervezet, amelynek a jelöltjei az önkormányzatban ott ülnek, igenis politikai ráhatással lehetnek, hogy nem csak a választási ígéretüket, hanem a lakosság jelentős számának tiltakozását ne hagyja figyelmen kívül. A önkormányzati választásokon már túl vagyunk. Egy 13 éve regnáló polgármestert váltott föl a mostani polgármester, és nem kell visszamutatni, előre kell nézni. Valóban az előző polgármester volt az, aki ezt az ominózus telket eladta, de hát gyakorlatilag az a helyzet, hogy a nehéz feladatokat meg kell oldani. A nehéz feladat elől nem szabad elmenekülni. Én a magam részéről, saját szakmám tekintetében mindig a nehéz feladatot szerettem felvállalni, mert az megmozgatja az embert. Könnyű feladatokra nem érdemes energiát pazarolni. Ezért kérdezem képviselő urat, hogy érez-e a Fidesz felelősséget a fideszes önkormányzat ilyen vonatkozású tevékenységéért. És végezetül azt szeretném kérni a tiltakozók nevében, hogy amikor a Fidesz azt kérte, hogy támogassuk az ő jelöltjeit, akkor most Nagykovácsi azt kéri a Fidesztől, hogy segítsen, támogassa a tiltakozókat abban, hogy ne tegyék tönkre Nagykovácsi jövőjét, ne tegyék tönkre a gyermekek egészségét, és igazán annak elismerése mellett, hogy vannak olyanok, akik örülnek, hogy itt lesz, mert van egy ilyen hangzatos érv is, hogy hát az idős nyugdíjas emberek gyalog érjék el. Hát azoknak én mondom, hogy az idős nyugdíjas emberek csak nagyon kis százaléka lakik 100 vagy 200 méteres körzetbe. Sem a hegyről, sem a falu egyik vagy másik végéből gyalog nem fog oda közlekedni. Tehát ez egy demagóg állítás. Tehát én azt kérem a képviselő úrtól is, hogy most segítsen, ahogy mondta, hogy jószolgálati tevékenységet végez, de segítsen abban, hogy egyrészt az önkormányzat, másrészt pedig a beruházó, tudva levő, mindenki tudja, hogy a beruházó az a CBA Holding része. Tudjuk, nagyon jó kapcsolata van a Fidesszel, politikai ráhatással nem lehet figyelmen kívül hagyni egy ilyen nagy létszámú tiltakozást, és ebben szeretnénk kérni ezt a jó szolgálati küldöttséget öntől. Tehát azért egyet ne felejtsünk el, itt van egy önkormányzat, és az önkormányzati képviselőknek, meg a polgármester asszonynak a felelőssége ez a döntés.
Tehát, hogyha ennek a döntésnek például mondjuk akár azt mondják, hogy na hát akkor kártérítés, és ebben lehet vita, én nem tudom megítélni, hogy ez mennyi ez a kártérítés, de ez akár annyi is lehet, ami azt jelenti, hogy mondjuk Nagykovási csődbe megy. Tehát ha én itt megnézem a főösszeget, amennyi pénzzel gazdálkodnak, ez simán kijöhet egy olyan, egy szerencsétlen bírói döntés, vagy mit tudom én, tehát ezt most ne előlegezzük meg, meg ne is beszéljünk nagy számokról, mert ha ne adj Isten oda kerül, akkor itt a tévé kikacs, majd ezt kivágják belőle. Szóval, hogy nehogy már felhívás legyen ez keringőre, de azért én megint csak azt tudom mondani, hogy annak idején polgármesterként én találkoztam ilyen kérdésekkel, és nagyon nehéz ám felelősséggel dönteni ebbe, tehát azért ezt jó körbe kell járni. Én nem gondolom azt, hogy a fideszes képviselők, a fideszes polgármester az nem a legjobb meggyőződés és lelkiismerete szerint dönt. Viszont azt sem gondolom egyébként, hogy bárki tévedhetetlen lenne közülünk. Tehát az szerintem egyelőre az a megoldás, hogy le kell ülni, végig kell ezt beszélni, mindennek az előnyét és a hátrányát. Én azt mondom, hogy mondja el a vállalkozó is, hogy miért itt szeretné. Ugye, mert önöknek az az álláspontja, ha ezt szabad így mondom, hogy nem is értik, hogy miért itt akarja, mert ennél rosszabb helyen nem lehetne, és üzletileg sem jó. Most valaki vagy üzletileg mazoista, vagy direkt ki akarja dobni az ablakon a pénzét, vagy ő másképp látja ezt, ez meg persze legyen az ő problémája, ami minket érint, vagy pláne engem, ha már nem is országgyűlési képviselőként, hanem mint Fidesz választókerületi elnökként megszólítottak, akkor én azt tudom ebben az ügyben tenni, hogy minden egyes résztvevővel megpróbálunk valamilyen módon külön-külön, közösen leülni, föltérképezni ezt az egész probléma kört, mert ennek az egyik része csak az, hogy vajon miért ott, meg miért nem, és a másik része meg maga a vállalkozó, a harmadik meg az, hogy mi történik a faluval, és mi történik a pénz, mert annak aztán nagyon rossz vége lenne, hogyha ne adj Isten egy szerencsétlen bírósági döntés miatt itt Nagykovácsi gyakorlatilag ugye csődbe megy, és attól kezdve itt az összes intézmény, iskola, mit tudom én, ennek a működése nem azt jelenti, hogy megszűnik, tehát erről szó sincsen, de mindenképpen zavarok lehetnek benne. Ezek a szélső értékek most, amit mondok. Tehát nyilván ugye két szélső érték van, az egyik az, hogy megépül, és borzalmak történnek, a másik az, hogy nem épül meg, és óriási kártérítéseket kell fizetni. Ezek a szélső értékek, amik között lebeg valahol az előre ma nyilvánvalóan tökéletesen nem látható, de valahova, hogyha jó körbejárjuk a kérdéskört, akkor valahova belőhető történés, és ezzel szemben állhat esetleg egy olyan megoldás, hogy ez mégiscsak valahol másút épül meg. Amikor én azt mondtam, hogy 2009-ben történt ez a döntés, azért nem vissza akartam mutogatni, hanem ha esetleg erre, jó, akkor csak szögezzük le, mert abszolút nem, és az adott esetben 2009-ben is akár lehetett egy teljesen jó döntés. Nem gondolom, hogy itt bárki is rosszat akart, akár az előző testet, akár a mostani, ezt semmiképpen ne feltételezzük egymásról. És azt viszont, hogy a CBA Holding része, ez a töte vagy itt részben egy CBA létesülne, és annak a Fidesz-szel való nagyon jó kapcsolatai, és akkor azon keresztül valamit el lehet érni, én azért ebből kiábrándítanám. Szóval azért ez azért nem így működik. Én tudom, hogy itt a különböző ilyen népi hiedelmek kategóriájában vannak ilyenek, hogy ilyen telefonokat fölvesznek, utasítgatnak, és itt tovább ez nem így megy. Tehát ez egy vállalkozás, a vállalkozást
és minden vállalkozást egyébként meg lehet győzni adott esetben észérvekkel. De van olyan helyzet is, amikor nem lehet, mert ő azt mondja, hogy pedig az így neki ilyen biznisz, olyan biznisz, és akkor meg tessék ezt vagy azt meglépni. Úgyhogy én azt kérném, hogy nagyon szívesen megadom a szót, csak ezen most tényleg lépjünk túl, mert nagyon sokat ennél tovább már, ja, akkor jó, mert sem én nem tudok mondani, sem szerintem a polgármester asszonynak, hogyha kéri, én szívesen megadom a szót, de szerintem most ő sem nagyon tud mit mondani, ezt le kéne ülni, vagy szeretne polgármester asszony? Jó, nem? Ön is tudja, hogy 3000 gyermek van a faluban, és ugye folyamatosan jönnek a kiköltözők, akiknek nagyon örülünk, mert ugye életet hoznak a faluba, pénzt hoznak, de másik oldalról ennek nincs meg az infrastruktúrális háttere. És ez nem az önkormányzatnak a problémája, mert túlnő ezen. És ez a kérdésem, hogy ebben ön, mint a képviselőnk, a következő évekre mit tervez, miben tud segíteni, hiszen 3000 gyerekből előbb-utóbb középiskolás lesz. 5-6 év, 8 év. Utána ugye valahova utazni kell. Ráadásul a tömegközlekedésünk az olyan, amilyen. Gondolom, hogy tud róla, hogy itt a legdrágábbak a buszjegyeket, a bérletek a teljes agglomerációban, úgy, hogy körülbelül 8 kilométert kell menni Budapesten kívül. Én azt gondolom, hogy amiről beszélgettünk idáig, bár erre van megoldás, de ezt már végigbeszéltük, ezerszer ne beszéljünk róla, erről kéne beszélni, hogy mi lesz itt a jövővel. Az utak szűkek, egyre több ember van, naponta 4-5 autó törik össze az úton, nincs járda. Tehát én azt gondolom, hogy olyan dolgok vannak, amit nem az önkormányzat dolga csak megoldani, hiszen túlnő már méretében, anyagi erejében ezen az egészen. Az meg, hogy ki milyen beruházást csinál, azon kívül, hogy mi ellenezzük ezt a dolgot, én azt gondolom, hogy lehet fogyasztani bizonyos helyeken. Volt itt olyan kocsma, ami nagyon jól ment, majd egyszer csak senki nem járt oda, és attól kezdve meg nem működött. Tehát nagyon sok megoldás van ott a jövőre nézve, de ez most nem ennek a beszélgetésnek a témája. Sokkal fontosabb és jobban érdekel ez a népességrobbanásos kérdés. Nekem is 3 gyerekem van. Azt, hogy most elviszem óvodába őket, meg iskolába, pár év, utána járjak be a városba, középiskolába, hogy hogyan oldjuk meg. 3000 emberről lesz szó minden reggel. Plusz az amerikai iskola, plusz ugye jönnek még ugye hozzánk most a cserkészek is, ha jól tudom. Ez a nagy kérdés a következő évekre. Az összes agglomerációs település ezekkel a gondokkal küzd. Biatorbágytól Budakeszin át, ugye Nagykovácsig. Az, hogy középiskolát például itt létesíteni, azt mindent lehet. Az egy kérdés. Tehát én azt mindenképpen azért körbejáratnám valami szakmai tímmel, mert ugye most van egy ilyen kiköltözési boom, most van egy csomó gyerek, aztán amikor azok felnőnek, akkor mi történik azzal a középiskolával, mert hogy ide egy ilyen zsákfaluba vagy zsáktelepülésre nem fognak kijárni középiskolába Budapestről, az szinte biztos. Tehát mondjuk ezt a részt, ezt mindenképpen ezek kérdésesek. Jó, világos, csak egy felvetés volt, a bejárást kell megoldani, tehát ez nyilván lehet itt akár iskolabusz, meg sok minden egyéb megoldás. Nyilván az önkormányzat ezeket felméri, az önkormányzat jelzi ezeket a kormányzat felé értelemszerűen az országgyűlési képviselőn keresztül akár, én erre mindig nyitott vagyok, és akkor megpróbáljuk azokat a csatornákat megtalálni, amivel ez megoldható. Már csak azért is, mert a óvoda, a bölcsőde az önkormányzati feladat, a iskola az pedig állami feladat, és ez azt is jelenti, hogy iskolát az államnak kell építenie, és az új iskolákat ma már az állam építi. Persze meg kell őket győzni, hogy erre szükségünk van, de ennél szebb és jobb érveket, mint ez a sok-sok gyerek nem nagyon lehet mondani, és ehhez persze kapcsolódik az, hogy őszintén szóval én nem tudom, mennyi beépítetlen telek van itt, terület van itt, és akkor utalnék arra, hogy egy ehhez hasonló kérdés is érkezett az e-mailbe, aztán azt nem fogom elismételni, Márti, majd arra kérlek, hogyha abban még valami olyan kérdés van, amire most itt nem születik válasz, akkor azt még majd felolvassuk. De bizony, ki fognak jönni, ezt megint föl kell mérni, hogy hány beépítetlen telek van, azokra, ha azokat a csok segítségével mondjuk fiatalok megveszik, ide költöznek, akkor vajon hány gyerekkel lehet számolni, és
ha én ugye itt erre a új lakás támogatásra ránézek, akkor én nagy valószínűséggel borítékolom, hogyha ifjú házasok, akik gyerekvállalással kívánnak lakást építeni, hogy a hármat mindenki vállalni fogja, szinte biztos. Tehát olyan nagy a különbség a 1 és 2, illetve a 3 és többnél, hogy mindenki vállalni fogja a 3-at, és ha a Jóisten megsegíti őket, meg minket, akkor ez teljesülni is fog. Tehát itt valóban komoly lakosságszám növekedés könnyen elképzelhető, erre föl kell készülni. Tehát ennek az infrastruktúrális feltételeit meg kell teremteni. És hát persze sokféle infrastruktúra van, többek között utak, egyebek, sok minden, bevásárlóhelyek is, zárója bezárva, és az, hogy hol, az mindegy, de valami nyilván kell, mert ezt azért kinőtte a település a mostani lehetőségeket. És valóban ami aztán a nehezebb lesz, az ilyen utaknak a karbantartása, építése és így tovább, mert erre az ember pontosan tudja, ez önkormányzati feladat, de ez mindenhol probléma, vagy például a csapadékvíz elvezetés, minden egyes településen egy örök probléma, és ezek önkormányzati feladatok, de itt a közép-magyarországi régióban sajnos semmiféle pályázati lehetőség erre nincs. És bár külön válik Pest megye, Budapesttől, mint régió, de ez 2021-től induló EU ciklusban jelent majd esetleg, illetve akkor jelent mindenképpen jobb esélyeket. A kérdés az, hogy lesz-e meg Európai Unió, meg lesz-e támogatási rendszer 2021 után. Viszont az, hogy a önkormányzat igenis foglalkozik a kérdésekkel, csak egy nagyon mai példát, vagy közelmúltbeli példát mondanék. Pénteken volt egy olyan összejövetelünk, amit én itt meghonosítottam, hogy egy-két havonta az összes település vezetővel mindig egy másik településen, ilyen polgármesteri reggeli címen összeülünk reggel 9-kor, és akkor egész délelőtt végigmegyünk a településekkel, meg általában a problémákat áttekintjük. És polgármester asszony, a Remete Szőlősi polgármester úrral közösen éppen pénteken adott át nekem egy olyan nagyon komplex anyagot, ami itt a bevezető úton egy körforgalomnak a létesítését irányozta elő, vagy azt tervezi, ami egy nagyon baleset veszélyes hely, és ahogy ők elmondták, amióta új és ilyen megjavult a burkolat, azóta még több baleset van, és hát hallottam, hogy most kifelé jövet láttam is a roncsot, ma egy olyan baleset történt ott pontosan, amiben két életveszélyes sérült is volt, a Róm az még most is ott van az útszélén, tehát megvan ez a kapcsolat, és nyilván itt erre valamiféle megoldást megpróbálunk a lehető leggyorsabban mozgósítani. Még egyszer mondom, nem könnyű, mert azért ezek ilyen 100 milliós tételek úgy hirtelen, de valóban itt most kialakult egy ilyen helyzet. Ugyanígy igaz ez az iskolára és az egyéb infrastruktúrális kérdésekre. Az utak, a csapadékvíz, az nem tudom ígérni, hogy holnap utána. Ha már beszélünk ugye a gyerekekről és a várható növekvő számukról, ami egy igen örvendetes dolog, valamint a kiköltözőkről, ne feledkezzünk meg a környezetvédelméről sem, és arról, hogy sokan azért költöznek ki, mert egyelőre itt még jó a levegő. Tehát ha fejlesztésekről és továbblépésről beszélünk, akkor kérném Önt is, hogy a környezetvédelmét, a tiszta levegőt, a jó levegőhöz való jogát a gyerekeknek szintén vegye figyelembe. És a másik dolog a bicikli utak. Nagyon sokan közlekednek biciklivel, és közlekednének még többen. Ráadásul, ha már balesetről volt szó, összefügg, mert ugye itt nagyon sokan jönnek biciklivel haza, főleg tavasszal, nyáron, az őszi időszakban. Na most este biciklistákat kerülgetni egy életveszély ezen a szűk úton. Plusz ugye a jelen baleset mutatja, hogy autóval sem biztonságos. Tehát itt több terület van, ami összefügg, és erre szeretnénk Önt kérni, hogy erre is tekintsen
legyen tekintettel. Köszönöm. A bicikli útnak a nyomvonalának a megtervezése azért az jó, ha olyan ember csinálja, aki ült már biciklin, mert szóval azért ilyen hegyre föl, hegyre le azért nem egy olyan egyszerű dolog mondjuk, mint autóval, de hát nyilván ez, erre megvannak a megfelelő szakemberek. Na erre például vannak források, és erre megyei források is adott esetben rendelkezésre állhatnak. Én őszintén szóval nem tudom, hogy aztán beljebb a budapesti részen mennyire vannak meg a bicikli utak. Van, ahol van, de aztán, hogy itt a Hüvösvölgyi úton kifelé megvan. Akkor érdemes mindenképpen itt a közbelső településekkel valahogy egyeztetni. Hát ha remette szőlőség megvan bentről, akkor már viszonylag kevés hiányzik. Annak így a nyomvonal, hol fér el, meg hol nem, azt nyilván meg kell oldani. A magam részéről minden segítséget ehhez nagyon szívesen megadok, mert azért itt szó volt már ökolábnyomról, meg sok mindenről. Valóban, és hogyha a fiaink, lányaink, unokáink bringával járnak, egyrészt fittek és erősek és egészségesek lesznek, másrészt meg azért ebbe a ökotudatos, vagy környezettudatos nevelésben is sokat segíthet nekik. Éppen nem Budapest irányban, Budapesttől ellentétes irányban szintén fennáll egy elég komoly probléma, mégpedig külterület, és nem csak Nagykovács, hanem Solymár, illetve az önválasztókerületének a szívének a problematikája. Ez részben a kommunista múlt kísért továbbra is, hogy a rozmaringos területekről van szó. Ugye a nagykovácsi lakossága nem tudja élvezni külterületének egy jelentős részét, és ugye mind a kirándulók, mind pedig a szomszédos települések fiataljai, idősei, a polgárai nem tudják élvezni ezt a területet különböző önáltal is ismert okok miatt. Arra szeretném kérni képviselő urat megfontolni azt, hogy esetleg országgyűlési képviselőként interpellációval, vagy más képviselői eszközzel a illetékes miniszterekhez esetleg eljutatni ezt a kérdést a nyilvánosság, országgyűlési nyilvánosságon keresztül, hogy oldják meg ezt a több évtizede húzódó kommunista örökséget, és megoldani akár a birtokpolitikai eszközökkel, akár más, akár büntetőjogi vagy polgárjogi eszközökkel ezt az utat, hogy végre külterületünk is, és Békástól és környezete, Solymár és környező települések számára ez a gyönyörű környezet ismét használhatóvá és élvezhetővé váljék. Köszönöm. Hogy kérdezek vissza, mielőtt leteszi, mert nem teljesen világos a számomra. Itt arra gondol, hogy a rozmaringos területek, tehát a rozmaringnak a tulajdonában lévő területeket kellene valahogy közösségi tulajdonba, vagy a gazdákhoz juttatni, mert Solymáron ez a probléma, csak segítsen, hogy itt mi. Hát a probléma ennél sokkal komplexebb, ugyanis ez nem a rozmaring tulajdon, ezek állami tulajdon területek. Igen. Csak ugyan a TS úgy szűnt meg, hogy nem történt meg a birtokrendezés. Tehát ezek a területek 99%-ban belétve Solymárok és állami tulajdonban lévőek. Mind az önkormányzat, mind akik ezzel próbálunk foglalkozni. Ez nem állami tulajdon. De ez így van. Ez így van, állami tulajdonban van jelenleg is. Problémáink vannak. Tehát lehet, hogy itt nem szeretném mondhatni. Az a probléma, azért erről beszéljünk majd külön, mert az én információim szerint például Solymáron éppen az a probléma, hogy nem állami tulajdonú, ezért nem tudják kiírni ilyen értékesítésre se, illetve egész pontosan a solymáriak azt szeretnék, hogy ne is legyen így kiírva értékesítésre, mert Solymáron még nem történt meg ez a földkiosztás, vagy ami a 90-es években mindenhol volt, hogy lehet a helyieknek licitálni a történetre, a volt rozmaringos földekre, tehát emiatt ott ez az egész komplexum emiatt áll, ha én ezt jól tudom. Nyilván a rozmaringnak van rajtam a ilyen használati joga, vagy egyebek, de éppen az ottani, a solymári gazdák követelik, vagy szeretnék azt elérni, hogy igenis legyenek ezek a földek licitre bocsájtva. 20 éve lezárult ez az egész, kivéve Solymáron. Legyen licitre bocsájtva,
De azt is szeretnék elérni, és itt van a dolognak a rákfenéje, és ettől borzasztó nehézkes és nehezen megy, hogy igen ám, de a budapestiek ne vehessenek rajta részt, mert ugye azok vehetnek részt az ilyen földárverésen, akik annak a TSZ-nek a területén élnek, vagy, és vannak ilyen kárpótlási jegyeik, ahol működik a TSZ. Miután a Rosmarin Budapesten is működött, ezért 2 millió olyan ember, akinek a viharsaroktól kezdve, mit tudom én, honnan van kárpótlási jegye, az mind jöhetne és licitálhatna, tehát iszonyú magas árakon nem jutnának a solymári gazdák földhöz, és emiatt áll ez az egész történet, és tulajdonképpen a gazdák azok, akik egy picit, most nem azt mondom, hogy gátolják, teljesen joggal ők szeretnék a saját nekik egyébként 20 éve járó lehetőséggel élni. Tehát ez egy bonyolult probléma, de vettem az adást, és oda fogunk arra figyelni, hogy itt valami történjen ebben az ügyben. Hogy az erdőgazdaságokat hogyan lehetne rávenni arra, hogy tartsák rendbe az erdőket, mert már nem csak, hogy bicikliút nincs, hanem gyalogút sincs az erdőkben, mert benőtte a gaz, benőtte a vadkender. És Nagykovácsi területén... Ezt nem mondjam, mert annyian jönnek. De most már nem annyia, mint évekkel ezelőtt, sokkal kevesebb. Nem, a vadkenderre jönnek. Nem, hanem épp mi fönn lakunk a hegyen, és látom, hogy jóval kevesebben jönnek, és a hegyi utakat benőtte a gaz, és hogy megyünk befelé, Pest felé, a vadkender is egyre jobban terjed az utak mellett, és nem igazán tartják karban. Igen, én gondolom a parlagfűre gondolom. Arra, tehát igen, a vadkender az egy másik. Az egy másik kávéház. Hát vannak turistaegyesületek, meg lehetne itt összefogni, és hát bakancsra föl, szalonnasütés, aztán kimenni az erdőbe, és kitaposni. Azt én nem tudom, hogy elvárható-e egy erdőgazdaságtól, hogy turista utakat karban tartson. De vannak turista egyesületek, akik fölfestik a különböző kereszteket, csíkokat, köröket. Lehet ezt feléjük jelezni, de igazán akkor működnek az ilyen dolgok, hogyha azok, akik ezt hobbinak tekintik, akiknek ez a kikapcsolódásuk, azok öntevékenyen csinálják ezt a dolgot, és akkor utána meg is követelik, hogy ott mindenki ezt rendbe tartsa, ne szemeteljen, és így tovább, és így tovább. Én a magam részéről, hogyha egy ilyen összejövetelt szerveznek, bár a síelésnek most egy kicsit kiment a térdem, de már jelzem, javul, akkor én nagyon szívesen jövök akár festegetni, akár, hát ha nem is vadkendert születelni, de ezt a parlagfüvet intézni. Hát álljunk neki, azt csináljuk mi magunk. De vettem a történetet, csak nem nagyon hiszem én azt, hogy egy erdőgazdaságot arra rá lehet venni, hogy turista utakat karban tartson. Sajnos manapság már arra se, hogy az erdőt karban tartson, hanem az, hogy a turista utakat. Sajnos, ez a helyzet. De köszönöm szépen ettől független a jelzést. Továbbítom. Nagyon nagy problémánk az utak víz elvezetése, ahogy többször említette is képviselő úr. És hát megértettük, hogy ehhez forrás jelenleg kívülről nincsen. Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak valóban a kerékpárutak is, de amíg nincsenek megfelelő útjai Nagykovácsinak, addig nem költhetünk sok 10 milliót kerékpárutakra, de természetesen, ha ezt támogatásként tudjuk megkapni, akkor viszont nagyon szívesen kijelöljük ezeket az utakat, és nagyon szívesen megvalósítjuk. Ez az egyik. A másik, hogy azt gondolom, hogy ami másik nagy problémánk, ugye valóban a gyermeklétszám, ugye elhangzott, hogy 3000, ami egyébként 2000, és ez a 0 és 18 év közötti korosztályt jelenti, tehát ez a korosztály nem egyszerre. Az is szép. Nem teljesen és nagyon elismerésre méltó, hiszen a lakosság 25%-át jelenti ez, azonban nem egyszerre fognak középiskolába járni szerencsére, mert akkor valóban óriási problémánk lenne.
ha egyszerre kellene indulni a 2000 gyereknek középiskolába. Viszont nekünk most a nagy problémánk egyelőre, hogy az általános iskolába nem fognak beférni, és úgy tudom, hogy erre viszont lehetséges keret. Éppen a napokban írtuk meg a levelet oktatási államtitkár úrnak, és azt szeretném kérni, hogy ebben segítse Nagy Kovácsit, hogy a növekvő gyereklétszám kész építési terveink vannak, engedélyezett terveink vannak, tehát minden megvan hozzá, már csak a pénz hiányzik, tehát a támogatás hiányzik. Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy én úgy tudom, hogy, hogy erre szán a kormány komoly összegeket, hogy az iskolásokat, illetve az iskolákat bővítse, és ezt szeretném kérni, hogy ezt képviselő úr is támogassa, hogy Nagy Kovácsi szempontjából ez rendkívül fontos, mert jelenleg 550 gyerek jár iskolába, de várhatóan 2018-ra 700 általános iskolás korú gyerek lesz, és a férőhelyszám most éppen 550. Tehát már a jövő évben különböző termeket kell átalakítanunk ahhoz, hogy a két osztállyal több elférjen, de a következő évben egyáltalán nem fogjuk tudni megoldani az általános iskolás korúak elhelyezését. Jó, hogyha erre megvannak a tervek, akkor én azt szeretném kérni, hogy most nem a kiviteli tervek érdekelnek, hanem az ilyen háttér történetek, ami alapján ezt lehet menni előre, és vannak benne számok, azt megköszönöm. Meg egyszer mondom, nincs olyan település ma a választókerületemben, ahol ez ne lenne gond vagy probléma. És akkor még ezt a csokkal egy kicsit meg is fel is turboztuk. No, hát hogyha most hirtelen nincsen, akkor én megpróbálok még itt néhány dolog jött a azt nézem, hogy az, hogy kitette föl, azt itt hirtelen most nem látom egyelőre ebbe, de mi a véleménye, hogy egy 800 éves falu területét választási ügyeskedésekkel fel lehet darabolni. A Rácski telepi egykori vikendházas terület lakói jogi úton választást kezdeményeztek a leszakadásra, azóta sincs a területen kommunális intézmény, mindenért ide járnak. A szolgáltatások a kijelölt szolgáltatásokon kívül, például területek illetékes földhivatal, bárki számára igénybe vehetők lakóhelytől függetlenül. Például a budaörsi IKEA-ba is bemehetnek debreceniek vagy mosonmagyaróvárjak, ez nem korlátozható. Hogyan lehetséges az, és gondolom, hogy ez ugye ide tartozik, bocsánat? Ja, ez? Nem ez? Ugyanaz. Jó, tehát akkor rögtön. Oké. Hogyan lehetséges az, hogy levált falurész Remete Szőlős néven Buda Jenőhöz csatlakozott, az ott lakóktól azt hallani, hogy emögött az ottani képviselők hatalomhoz, a hivatalhoz való görcsös ragaszkodása áll. Remete Szőlős környezőséget alakított Buda Jenővel, mivel, tehát ugye az a helyzet ezeknél, hogy az, hogy Remete Szőlős levált, hát levált. Most ez már ezen túl vagyunk, ez egy elég régi történet. Vannak ilyen jogosítványok, hogy ezt jól tették-e, vagy nem tették jó, ezt majd eldöntik a Remete Szőlősiek, nyilván a nagykovácsiaknak ez egy fájó pont, már csak azért is, mert az infrastruktúrát óhatatlanul itt használják. Ami a dolognak ez a hatalomhoz való ragaszkodás, meg Buda Jenő, meg nem is tudom milyen megfogalmazás volt, ugye egy olyan szabály lépett életbe 2014-től, hogyha jól emlékszem, ugye 14-től van ez a szabály, hogy 2000 fölötti, vagy 2000 alatti településen. Korábban? 12, akkor mindegy. Végülis én hoztam az egyik ilyen törvényt, csak már azt hiszem, vagy én is, ugye, hogy mi hoztuk, nem emlékszem rá, hogy pontosan mikor lépett hatályba. No, tehát 2000 fő alatti településeken nem lehet már önkormányzati hivatal, és akkor ilyen környezőségek alakultak ki. Aztán Remete Szőlős, Tök és Buda Jenő, ők hárman úgy döntöttek, hogy Buda Jenőn lesz a
a központi hivataluk, ez civik joga volt, Remete Szőlős mondjuk éppen jöhetett volna ide is, csak szerintem a történelmi múlt az megakadályozta ebben a döntésben. Hát ezt a nagyobb testvérnek az elnéző mosolyával tekintsünk erre, hát most így Budaján van a feladat, vagy ott van a feladatellátás. Igen, itt a kérdező rögtön, vagy hát egy következő kérdés van, hát én azért fölteszem, hogy hogyan lehetséges az, hogy itt a faluban magas építményadókat kell fizetni a lakosoknak, mikor úgy hallja, hogy az amerikai iskola nem fizet, és a Rácski lakópark sem fizet. Most ugye ez klasszikusan az a példa, amiről itt az előbb beszéltünk. Lehet, hogy ezt így hallani a faluba, ez vagy így van, vagy nincs így, ezt nem lehet eldönteni, tudnék, ez adótitok. Tehát én sem tudom, nyilván a képviselőtestület, sőt, a képviselőtestület számára is adótitok, a hivatalban az adó ügyekkel foglalkozó munkatárs az, aki esetleg tudja azt, hogy az amerikai lakópark, vagy amerikai iskola az vajon fizete adót, vagy nem, bár iskolaként nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán köteles erre, vagy az ilyen-olyan a Rácski lakópark, bár lehet, ugye nem vagyok én azért ennyire is, mert a Rácski lakópark az nem abból lett a Remete Szőlős, vagy ez egy, jó, ez egy másik történet, akkor Rácski lakópark fizete, vagy nem fizet, ezt én őszintén szóval nem tudom, a adórendeletben, ha fizetnie kell az ott lévőknek, akkor nyilván vagy fizetnek, vagy nem, ha nem fizetnek, akkor majd behajtja a adót, és egy kicsit ez volt az, amikor közérdekű adat, meg nem közérdekű adat, mit lehet, és mit nem lehet. De mi a véleménye arról, hogy a településen a falusias környezetet felszámolják, és erről a lakosságot meg sem kérdezték soha. Nyeles telkeket és két-három lakásos társasházakat építenek. A mezőgazdasági termelés teljesen megszűnt, a kerteket nem művelik. A gyümölcsösben a fák tetejéig nőtt a bozót, mindenki az ingatlan spekulációban gondolkodik. Hát ha az én véleményemet kérdezi a kedves kérdező, akkor azt mondom, hogy ez kár. Tehát szomorú az, hogyha átalakul egy falunak a képe, ha elhanyagoljuk a kerteket, ha a gyümölcsösöknek vége. A kérdés az, hogy mit lehet tenni. Ugye az, hogy most nyelestelket ki lehet-e alakítani, ott hány házat lehet arra építeni, vagy sem, az a bizonyos övezeti besorolástól függ, és a helyi építési szabályzattól. Azt meg lehet változtatni, és akkor visszakerülünk egy ugyanolyan mókuskerékbe, hogy természetesen akinek ezzel a telkének csökken az értéke, boldog-boldogtalan jöhetnek különböző kártérítésekért. A lakosok, vagy mi magunk vagyunk azok, akik a telkeinknek egy részéből nyeles telket csinálunk és eladjuk. Jobb lenne talán, hogyha nem így lenne, jobb lenne, hogyha több zöld felület maradna. Nem, mert teljesen, nyilván mindenki így van ezzel, kivéve az, aki mondjuk eladja azt a hátsó telket, aztán abból él. Ezek is olyan dolgok, hogy ez a tulajdonhoz való, vagy az ő tulajdona, és ott ez a jogosítvány megvan, és ezt megengedi az építési szabályzat, hát akkor él vele, és sokat nem tudunk ellene tenni, esetleg helyi szabályzókkal, adókkal valamit lehet. Azt viszont mondjuk, hogyha tényleg nincs művelve egy kert, és derékig ér a gaz, hát akkor ilyen közterület felügyelő, vagy nem tudom, gondolom itt is van, lehet ilyenkor szénnél büntetni az embereket, de általában azért ezek nem szoktak nagy örömöt kiváltani a lakosság körében. Az ilyen retorziók más egyébként nem nagyon van, csak az, hogyha környezettudatosan élünk. Nekem a külterületen van egy ingatlanom, egy 1000 négyzetméteres terület. Én nem akartam szót kérni, csak ugye sok mindenhez kapcsolódik egy nagyon fontos dolog. Ugye részigazságok elhangoztak, van amelyik terület a Rozmaninkhoz tartozik, van amelyik
magántulajdonosok kezébe van, valamelyik osztatlan közös tulajdon. Én nagyon sokszor bementem az önkormányzatba, hogy áldatlan állapotok vannak a körtésben, azon a részen, a egyes területen, és az a legnagyobb baj, hogy nagyon sok mindenben nem tud intézkedni az önkormányzat. Én számtalan hatóságból állok napi kapcsolatban, pereskedem is velük, akár a földhivatallal, környezethivatalokkal, és az a baj, hogy például a megyes költeti részen is, ha van egy elhanyagolt ingatlan, akkor nem a közszörlet felügyelőnek kell ott intézkednie, hanem a földhivatal intézkedik. Tehát innentől kezdve presszió alá az önkormányzat nem tud olyan ingatlan tulajdonosokat vonni, ők ismerik napi szinten. Egy földhivatal nagyon messze van, és ők csak abból csinálnak ügyet, ha a főjelentés érkezik. Tehát ha valakit főjelentenek, hogy teszem azt, nem használja megfelelően az ingatlanát, gazos, akkor abban az egy ügyben eljárnak. Ők már azt nem nézik meg, hogy a mellett lévő két ingatlanot gaz van, parlagfű van, mit tudom én, most mondok valamit, kolontári vörösi szap van tárolva, az őket nem érdekli, az egy érdekli. Tehát itt ez a legnagyobb baj, hogy a törvényalkotó jóhiszeműen nem járt úgy el, mert máshol az agglomeráción kívül egy termőföldet értelemszerűen termőföldnek használnak, mert abból tudnak megélni. Ez az agglomerációnak a specifikus kérdése, hogy mindenki arra spekulál, hogy majd az unokája vagy a dédunokájának ez egy befektetési építési telek lesz, addig viszont nem kér kenyeret. Az önkormányzat, nem tudom melyik ciklusban, próbálkozott például azzal is, hogy elkezdi adóztatni az olyan ingatlanokat, amelyik gyakorlatilag nincsen használva rendeltetésszerűen, de ez se lehet, mert ugye a törvényalkotó meg jó hiszeműen úgy járt el, hogy termőföldet nem lehet adóztatni. Csak ez az agglomerációban, itt Nagykovácsi tudom mondani, itt teljesen másképp kéne eljárni, hogy az önkormányzatnak a külterületi részeire nagyobb jogosítványt kéne adni, hogy akár például a körtésnél, ugye a Kutyahegyünkön volt fönn egy tűzeset, nem tudom, 2-3 éve, pont a szélcsatorna Nagykovácsi felé fújta volna a tüzet, ha meggyullad a körtés, azt egész Budapest tűzoltósága nem tudta volna eloltani. Tele van építési törmelékkel, gazdátlanok a telkek, és egyszerűen az önkormányzat helyben ezzel nem tud mit kezdeni. Hogy valami olyan jogosítványt kéne adni egy nagykovácsi önkormányzatnak, hogy rá tudja bírni a szakhatóságot hivatalból, hogy mérje föl ezeket a dolgokat. Tehát ez kapcsolódik ehhez, hogy gyakorlatilag nagyon sok elhanyagolt rész ebből adódik, hogy aki a gazdája lenne, az nem törődik vele. Mezőgazdaság vagy akármilyen tulajdon, az azzal a kötelezettséggel jár, hogy azt karban kell tartani. Tehát a parlagfűért ma milliós bírságokat lehet kiszabni, egy magánszemélyre is. Az egy, mondom, másik kérdés, hogy egy önkormányzat, és ez éppen egyébként önkormányzati hatáskörben van, nem egy egyszerű történet végigmenni a falun, és szénnél büntetni mindenkit egy-egy ilyen történetért, mert hát legyünk már őszinték, hát a választóinkat büntetgetjük agyon. Tehát nem egyszerű az ügy. Valahol azt az utat próbálják meg, hogy ugye arra is van lehetőség, hogy kvázi kényszerkasszálás, meg kimennek, lekasszálják, és a kasszálásnak a költségét ráverik némik és ügyintézési költséggel a tulajdonosra. Hát ezen el lehet gondolkodni, ugye ezt mindig a helyben szokásos módon lehet végig gondolni, akár közmunkásokkal, akár mit tudom én, valami csapattal, ezzel is helyi munkahelyeket lehet teremteni, és hát akinek a területe az. Aztán persze a probléma ott van, hogy lesz az majd behajtva. De hogyha itt egy ingatlanról van szó, az ingatlanra ezeket a behajtandó költségeket rá lehet terhelni. Tehát sokféle megoldás van. A kérdés az, hogy megéri-e, mert úgy, hogy anyagilag valószínűleg nem éri meg az önkormányzatnak, sőt, erre külön költségek kellenek, mert ahhoz, hogy ráterheljen például 10.000 forint kaszálási díjat az ingatlanra, ahhoz kell 20.000 forint ügyvédi költség, meg bejegyzés, meg mit tudom én, de most csak egy hasszámot mondtam, egy ügyvéd úrra nézek, de bólogat, tehát ezt érzi, hogy ebbe azért van üzlet, tehát ez mindenképpen jó. De akkor is a környezetünk védelmében el lehet ezen gondolkodni, hogy ezt megtudjuk. Az, hogy ilyen építési törmelék meg hulladék, az tényleg elképesztő. Itt azért fölmerül az a kérdés, és ezért van nagyon nehéz helyzetben az önkormányzat, mert
a parlagfű, meg nem tudom mi, az egyértelmű a tulajdonos dolga lenne. De azért gondoljunk bele abba, hogyha nekem, vagy magának, vagy itt bárkinek van valahol az erdőszélen valami ingatlanja, aztán oda is megy, meg néha nézi meg a parlagfüvet, ott kiirtogatja, azt egyszer csak megjelenik 10 fuvas sít rajta. De akkor ugye az az én, a maga az én, a X embernek a dolga lenne onnan eltüntetni, és jön a közterület felügyelő, iszonyú büntetést meg az én számlámra elhordja onnan, pedig nem én raktam oda, hanem bárki, vagy megjelennek a fekete zacskók, amikről itt beszéltünk. Tehát ez mindig, mint általában az életben minden egy ilyen komplex történet, és azért kell itt jó körbejárni a dolgokat. További kérdés. Most ilyet nem látok, Márti, hagyd kérdezzem meg, hogy van-e olyan, amire nem válaszoltam még. Ilyen írásba jött. Van. Mindig van. Ja, volt egy olyan, hogy hol lakom. Azt valaki, ez az? Ez az. Ja, igen. Azt mondja, hogy köszönettel vettem a meghívót, a következő kérdések merültek fel bennem. Mi a jelentősége, mit jelent gazdaságilag szervezetek Pest megye és Budapest szétválása, például az egészségügyi ellátás, kormányablak, stb. A továbbiakban Budapesten kívül lehetséges, csak kérdezte Talján Erzsébet. Ez egy nagyon jó kérdés, és erről tényleg nagyon röviden szeretnék csak néhány szót szólni. A kormányzat végre hosszú-hosszú idő után döntött arról, hogy Budapest és Pest megye, mint euró régió különválik. Ez a Pest megyei önkormányzatnak 2002 óta egy kérése, 7 évente van egy ilyen lehetőség arra, hogy ezt a szétválást megtegyük. Most 2016. február 1-je volt az a határidő, ameddig a kormányzat jelezhette ezt az Európai Unió, illetve a bizottságnak a megfelelő szervei felé. Ezt megelőzően, ez 2009. február 1-én volt, ezt megelőző lehetőség. A dátum azért fontos, mert akkor még MSZP-SZDSZ kormányzat, csak hát a kormánnyal kezdem, akkor mindig a Fidesz jön a számra, de mindegy. Szóval MSZP-SZDSZ-es kormányzatok voltak, akik éppen Budapest érdekeire, vagy vélt érdekeire hivatkozással soha nem lépték meg. Nyugodtan megléphették volna, mert például most sem Budapest, sem mi nem kapunk egy ruppot se ebben a 2014-21 közötti időszakban, egyszerűen azért, mert akármilyen hihetetlen, de ennek a úgynevezett központi régiónak az egyfőre első GDP-je az meghaladja az Európai Uniós átlagot, mégpedig nem is kicsit. Ez nem igaz Pest negyére, Budapest húzza föl, de így sem ők, sem mi nem kapunk. 2009-ben ez már egyfajta ilyen presztízs kérdés volt a Demszky-féle városvezetés, illetve az akkor éppen még Gyurcsány kormány, hogyha jól emlékszem, február 2009 februárjában talán még éppen Gyurcsány kormány volt, de már eléggé inogott ott a szék. Minden esetre nem történt meg, most viszont megtörtént, de sajnos azt jelenti, hogy ez 2018 januárjában fog hatályba lépni, és csak a 2021 utáni EU-s forrásokra igaz. Viszont a kérdésnek a második fele ugye az az érdekes, hogy vajon ezzel, hogy mi egy ilyen másik régióba mentünk, jogosultak vagyunk-e a különböző egészségügyi ellátás, kormányablak, stb. Teljes mértékig a világon semmi nem változik. Ez egy statisztikai változás csak az Európai Unió felé, de ugyanúgy a megyei és a magyar közigazgatásban pontosan ugyanaz a helyzet maradt továbbra is, mint ami eddig volt. A második kérdés, és ezért emlékeztem rá, hogy Budapesten született, de most hol él? Azt tudom, hogy nem Nagykovácsiban. Nos, valóban Budapesten születtem, a 12. kerületben, és 98-ban költöztem ki Török Bálintra, illetve 2009-ben pedig elköltöztünk Zsámbékra, és ma is ott élek, és ott voltam 2010 és
14 között polgármester, nem is nagyon szándékozom sehova menni. Hát talán Nagykovácsira, mert úgyhogy ez úgy fejlődik, mint a gép, úgyhogy lehet, hogy még ha egyszer kötözködöm, hurcolkodok, akkor lehet, hogy majd végig gondolom, feltéve, hogyha a népesség számot nem növelem nagyon, de én már nem fogom, legfeljebb a lányaim. No, a harmadik, hogy mit lehet tudni az M0-ás körút, tehát körgyűrűnek a befejezéséről, tehát a bezárásáról, erről annyit lehet tudni, hogy a jelenlegi tervek és elképzelések szerint úgy 2025 környékére lehet ezt tenni. A 2021 és 2027 közötti EU-s ciklus ad majd lehetőséget arra, hogy és forrást arra, hogy ez megépüljön. Egyébként éppen amiatt, hogy ez akkor egy Pest megyei beruházás lesz, és akkor már az Európai Uniós pénzekből finanszírozható. Tehát ez esetleg már korábban is megépülhetett volna, hogyha az a szűklátókörűség nincs meg a korábbi városvezetésben, mint fővárosi vezetésben és a korábbi kormányzatban, hogy presztízs okok miatt nem hagyta, hogy Pest megye külön váljon. Annyit, bár itt, tehát a Nagykovácsit mondjuk ez, ilyen szempontból egyébként Nagykovácsit ez kevéssé érinti, hogy most van-e körgyűrű vagy nincs. Legfeljebb, ha idézőjelben teszem, akkor negatívan, hogyha nem túl messze megy el Nagykovácsitól, akkor lehet hallani. Én ebben egyébként a nagykovácsiaknak a belátását és a türelmét, vagy ennek a helyzetnek az esetleges elfogadását kérem, hiszen a környező településeknek és magának Budapestnek is óriási jelentősége lenne, hogyha ez a körgyűrű bezáródna. Nyilván itt a természetvédelmi, meg környezeti kérdések, azok mindenképpen fontos szempontok, de egy biztos, hogyha ez megépül, ez az M0-ás, akkor az őzek nem ugyanott fognak járkálni. Tehát azért ez nyilván valamilyen szinten érinti a környezetet, ebbe kell megtalálni egy olyan értelmes kompromisszumot, amivel például ha a dugók csökkenthetők, a csökkenthető például az a teherforgalom, ami ma akár Budapesten meg különböző kerülőkkel megy, akkor a környezeti terhelés nyilván összméretekben kisebb lesz, mint most jelenleg. Úgyhogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Ezt javasolnám egy picit megtekerve, hogy most a globális érdekek miatt itt esetleg, én nem gondolom, hogy itt nagy terhelés, mert az elég messze megy ez Nagykovácsitól, de hát éppen valamit ez jelenthet.